Itt vagyok ebben a nagyon különleges világban, és meg kell találnom 100 darab különleges, hülye kinézetű mókust. Tarts velem, és nézd meg, hogy vajon sikerülni fog-e megtalálni az összeset. Meg hogyha már ott vagy, akkor igazán csapathatnál rá egy szép kis kommentet, meg egy lájkot is. Na meg a csengőt se felejtsd el benyomni. Hatalmas hírem van, ugyanis a debreceni állatkertben megrendezésre kerül a Fantasy Day! Június 22-én remek programok mellett találkozhatsz többek között velem, Jánosi Gergővel, Dogi Andival és Sajt 32-vel is. Lesz itt anime kiállítás és vásár, VR szimulátorok, kutyasó, Star Wars-os lézeres céllövölde és szuperhős karikatúra is. Minden fontos információt ezzel a rendezvénnyel kapcsolatban megtaláltok a leírásban. Gyertek el és pacsizzunk le! Szevasztok, szevasztok, szevasztok! Itt is van már rögtön... De jól néz ki! Ez egy csobik! Fúj, de csúnya. Jézusom, de ronda. Oké, szóval ez a pálya itt így meg van csinálva igen erőteljesen különlegesre. És kapunk hozzá hinteket is, köszönöm szépen. De hol van a sima csomik? Csobik! Akkor ezt ide tudjuk tenni. Oké, és akkor itt van a B-mik, meg a Rebik, meg a Arhelo... Arheri csobik, meg a Grup csomik. Amúgy miért csomik? A legjobb az, hogy ehhez is volt hint, tehát ezt most hagyd nézem már meg. Ez csomik is so hard, jó? Jó, oké. 100 fajta csomikot kellene megtalálni, valószínűleg nem egy videóban fogom az összes csomikot megtalálni. Viszont találtam még egyet, ő itt a Grup csomik. És ez kérlek szépen egy Robloxos csomik. És az a legkülönlegesebb ebben a csomikban, hogy ez elárulja nekünk azt, hogy amúgy ez egy Robloxos játék átirata. Mi ez, hogy milyen magasra tudok ugrani? Cherry, Csóri! És nézd meg, ott vannak a kis csórik! Hogy lehet ezt jobban megnézni? Na mindegy, be itt a beamik, ugye? Ezeket visszavisszük. Kár, hogy nincs, nem adtak a kezembe egy ilyen buttont, amivel egyszerűbben vissza tudok jönni. Szóval a csórikot ide tesszük. És a bémiket pedig ide tesszük. És még volt itt a kaptárkánál is még itt egy gomb. Azt is lehet, hogy megnyomkodom. Oh my god. Mi az össz? Lett egy parkour pálya? Egy parkour pályát kellene teljesítenie a parkourmester? Leesett a parkourmester. Egy parkour pályát kell teljesítenie a parkourmesternek? Ám legyen. Ha ezen múlik, hogy megtalálom az összes csomikot, akkor teljesítettem. Odáig ugrani, úristen! Oké, meg vagyok, nem nyomtam be a kapszokot? Nem, oké. Szóval így. Úristen! Na már csak egy ilyen ugrás hiányzik. Oké, és itt vagyunk. Oké, már csak itt nem kéne leesni. Azért izgulok rendesen. Hopp, oké. És akkor még ide is. Oké, és ide. Hó, felértünk! Itt is találtunk egy... Mi ez? Beehive csomik! Bíró! Miért van ilyen hülye neve mindegyiknek? Jesus Christ! Foly! Gyerünk! Ez az, megvan! Jesus Christ! De aranyos kis csomik! Ez melyik? Az a Bieber csomik? Oké, nagyon jó, és ott kellene visszaugrálni, úgyhogy még szerencse, hogy ezeket itt megtaláltuk, és ezzel ki is fulloztuk ezt a dolgot. Viszont ezeket akkor, tehát ez itt lesz maga, Beehive csomik, igen, ez ide jön, és akkor ide a Bieber csomikot tegyük be. Lol, ez hard volt, oda nézzenek, akkor ezt jelenti ez a izé-bizé. Shrine Terrifying, az már nagyon kék, nem tudom, hogy miért pont így méri, de hát így legyen, oké. Hát akkor szerintem itt a legelsőnek, itt nézzük szét ezeket a csomikokat, ebbe bele kell lőni, hopp, meg is találtam az Archery csomikot. Itt akart rálőni éppen a fára a kis csomik. Nem bírom, nagyon sokszor fogom kimondani, ott is van egy button. Hello. Oh my god, várjál. Ja, oké, várjál, ezt visszavisszük. Még ez itt ugye a legalapabb csomikok között van. Ide való a csomik. És akkor menjünk vissza, mert itt volt egy nagyon különleges világ, amit meg szeretnék nézni. Itt is van egy csomik. Hoppá, Maurie, mi? Maurice! Oha! Ez valami horror map? Akar lenni? Én nem lépek rá itt a buttonokra, nem vagyok olyan csomikos. Azokat, hogy alig látok valamit. Jesus Christ, ez egy labirintus! Bekerültem a csodalibi labirintusba! Jó Isten!
És gondolom, hogyha rálépek, akkor gatya van, akkor kalapka, vált, viszontlátás? Hát akkor ezeket csak itt éppen, hogy el kell kerülni. Itt nem látok semmit, bocsánat, ezt le kell kapcsolnom, mert különben nem látom a csomikomat. Hol vagyok? Itt is van egy csomik. Oké, ezek nem csinálnak semmit, a hűtőt se lehet kinyitni, nincs semmi csomik rajta. Hát azért még megnézem, semmi, akkor erre kell menni. Könyvtár. Könyvtár csomik. Nem bírom. Oh, itt a kulcs. Akkor ez is csomik. Csak ez Monster Mik. Csomik. Oké, megnézem, nincs valami a tetején, bár nem hiszem. Oké, akkor ezek szerint ez megvan. És ezzel kell menni valahova, nem tudom, hogy hova, viszont itt visszakapcsolom a lámpát, és lekapcsolom újra. Oké, ez megvan. Jó, most egy picit így ilyen sötétbe fogok játszani, hogy egyáltalán lássam, hogy mi történik, mert csak itt rohangálok, és keresem a csomik, a mókuskákat. Volt egy nagy sötétség. Ó, basszus kulcs, te jó ég! Jó, akkor itt csak ennyi van, hogy ez megijeszt ez. Jó, ez semmi. Nagyon, nagyon ötletes, nagyon ötletes. Na. Na. Ne. Ah, végre sikerült, oké. És akkor most, hogy ezt megnyomtam, most akkor történik majd valami? Vagy hogy van most ez a csomikos dolog? Ó, értem már, ez volt itt a lényeg. Oké, és itt van még ez is, a Monster Mik csomik. Oké, zsír. Na, hát ezt is megtaláltuk. Hát nem volt egy egyszerű mese, viszont menjünk vissza. Oké. Ó, hogy itt ezzel tudom itt aktiválni, és akkor ez itt eléggé hátra nyílik. Aha, jó, oké, akkor meg kell keresni az összes kapcsolót ezek szerint. Na, itt hátul még itt nem jártam, úgyhogy biztos, hogy erre is lesz egy fehér kapcsoló. Itt is van. Menjünk vissza. Még mindig van, ne szórakozzál már. Erre még nem voltam, így konkrétan erre. Ó, itt is, itt van egy csomik. Ez a Voodoo Doll csomik. LOL. Ezt megtaláltam már? Nem tudom, mindegy, menjünk vissza. Jó, oké, most már ettől nem halok meg. Oh my god, visszakapcsolom a fényt. Oh my god. Itt is van. Ez mi? Analog horror csomik. Na, itt aztán volt egy pár csomik. Csomik. Csomik, és ezeket most éppen visszatesszük. Azt mondja, hogy Mauricia, a csomik, hol van a Mauricia csomik, hol van a, hol van a analog horror csomik. Nagyon jó. Azt mondja, Master Milk csomik, oké. Aunik, meg a Mauricia, és itt van az utolsó, a Voodoo Doll csomik. Na, hát ezt maxoltuk, viszont ezt akkor letenném ide, ezt a kulcsot, mert ez úgyse kell többet, viszont akkor ezt maxoltuk, na hát tökje, hát nagyon jók vagyunk, hát nagyon jók vagyunk, menjünk vissza, mert még itt ezen a szinten még itt kell lennie egy pár csomiknak, ami szerintem el van dugva, például itt így körbejár, hopp, nem, ez csak halusztam, viszont nehogy már, hogy itt egy ilyen bucka, aztán nincs itt semmilyen. Hát persze! Hát Huncut, de sok csomik, Teamwork csomik! Miért hívják szegény Teamwork csomiknak? Na és ide néz! Itt van, még nem szeretnék elmenni másik szintekre. Az az igazság, mert nekem még ez így pont elég. Aztán majd következőleg váltatunk szintet, viszont ide most elég nehéz lenne felugrani, viszont ide néz, itt találtam! Huncut, én nagyon! Ott van. A maga! Huncut csomik, zlotyit csomik. Hoppá, Jesus, nincs itt semmi, oké, hát akkor menjünk innen ki, és akkor nincs mese, marad a cucc, amin föl kell ugrálni. Itt ez. Hopp, hopp, csomik, ott a csomik, hashtag csomik, oké, not so secret csomik. Őristenem, őristen, ez is egy párkörös csomik lesz ide dugva, én már most látom, hogy ez is egy ilyen párkörös csomikozás lesz. Oh, végre összejött, oké. Mondanám, hogy a nehezén már túl vagyok, de szerintem még nagyon nem.
Te jó ég. Te jó ég. Jajne. Jajne, a létrás paktatás. A létrás paktatás. Ha, oh, te jó Isten. De ez normális? Hát a párkörpályákon nincs ilyen párkör. Úristen. Úristen. Oké. 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 Nagyon jó, mindjárt megvagyok, mindjárt megvagyok. Jó, és itt is van azt az egeteki. És ez itt mi ez? A cucc. Ez milyen csomik volt? Scarlet Parachomik. Parachomik. Na, ott még látok egy pár csomikot. Úgyhogy menjünk oda, csomikoljuk meg azokat is. Mindjárt lepakolom ezeket, csak akkor szedjük össze itt az összes cuccot. Oh my god. Ugye nem halok meg. Úristen! Te jó ég, így lehet megszerezni! Te jó ég! Hát én most azt hittem, egy pillanattal tényleg azt hittem, hogy bebugolt a játék. De aztán rájöttem, hogy nem. Oké. Okay. Axolotl csabik. Azt hittem, hogy itt a víz az csinál valamit, de igazából nem csinált semmit. Ide van bújva. Oké, okay, wooded csabik. Nagyon jó, woodhouse csabik. És még hogyha minden igaz, akkor ennek a tetején még ott van egy csomik, de azt hogy szerzem meg itt? Ide néz, törökmész. Fele cipó, fele méz. Mi? Fele cukor, fele méz. Itt is van a Sunny Day csomik. Ez nagyon, ez eddig a legvagányabb csomik. És nektek melyik csomik a kedvenc csomikotok? Hoppá. Vissza tudunk menni és le tudjuk pakolni. Nézzük csak, az, hogy megvan az axolotl. Jaj, te ronda! Jaj, te csúnya! Sunny Day csomik. Timber csomik, ez is meg lett, igen. Not so secret csomik. Wooden csomik, várjál, hol van? Itt a wooden csomik. Ez miért volt ilyen izé, normál szintű? Na ez tényleg hardboard, meg duck csomik. Várjál, ez nem lett még meg. Zloty csomik. Ez annyira csicskán néz ki. Oké, okay, meg a rabbit csomik. És akkor már csak, hogyha minden igaz és jól számolom, akkor kettő, azaz kettő darab hiányzik. Még van egy ilyen duck song csomik, meg egy ilyen semi-secret csomik. Erre a fára amúgy érdemes lenne valahogy felnézni, felkukkantani, mert szerintem ott is bújhat legalább egy csomik elbújva valahova. Tudja, hogy van a fának az ágaim, vagy valahol ott egy izé, mókuska. Csak azt nem tudom, hogy oda hogy jutok fel. Lehet, hogy csak én nem látom át a lényegét itt a dolgoknak, mert itt, hogyha ide jövök, itt van egy ilyen button, amire ide fel tudok ugrani, de ez meg már másik szint. Oh my god! És ez mi? Ez is egy duck song csomik! Úristen, végre legalább egyet megtaláltam még! Na, melyik az? Ez volt az. Na és erre kérek egy hintet. Ugye? Mert szerintem már csak ez ilyen. It's a secret. De most ez tényleg, ez titok. Ez titok. Oké. Okay. Hogy tudom felfedni a titkot? Mert ott van fent, biztos, hogy azon a fán van. Szóval 100%. Már itt mindent végignéztem, már megtaláltam mindent, de nem mondd már, hogy izé annyira titok, hogy hol lehet, hogy izé le van blokkolva, meg mit tudom én már teljes mértékben ügyileg. Hát ez ilyen nincs a világon. Hát hogyha rá, tehát hogyha kell, akkor is fel lehet valahogy oda jutni. Valamit erre ki kell találni. Na jó, hát ez tényleg secret, viszont ez egy remek alkalom arra, hogy ti írjátok meg azt, hogy mégis hogy a viharba tudom megszerezni a kis izét, utolsót. Pedig azt hittem, hogy milyen jól összerakom itt a képletet. Szóval írjátok meg kommentbe, hogy hogy tudnék feljutni erre a fára, ha egyáltalán ezen van rajta, és hol tudom megszerezni ezen az egész területen az utolsó kis mókuskát. Erre várom most a megfejtéseket, én pedig nagyon szépen köszönöm azt, hogy itt voltatok, hogyha tetszett, akkor csapassatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a leírásban, pedig a nagyon menő zsidós cuccokat lelhetitek meg magatoknak, továbbá ne felejtsétek el, hogy most már a Libri és a Lira mellett az Osanokban is beszerezhető a vadalt új könyvem, az Államozók. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!